Van egy nagyon fontos beruházás a városban, ez pedig a művelődési központnak a felújítása. Ugyancsak be tudtunk számolni arról, hogy megtörténtenek is a külső átalakítás, egy teljesen új, nagyon szép köntös bejelent meg. Ugyanakkor a belső terek azok nyilván felújításra szorultak, hiszen az épület közel 100 éves. Azt is tudjuk, hogy bizonyos nem várt események miatt a tervezett átadása csúszik ennek az épületnek. Jelen pillanatban hol tartunk? Igen, egy több mint 100 éves épületről beszélhetünk, hiszen 1914-ben már átadásra került, és az első világháborúban nem is a tervezett funkciójával, hanem mint hadikórház kezdett működni. Igen, itt egy több mint 100 éves épületről van szó, ez hoz nem várt problémákat a felújítás kapcsán, ennek tudható be, hogy körülbelül egy hónapos csúszás lesz az átadásban, ami borzasztó nagy probléma, hiszen itt előre megszervezett rendezvényeknek a sorsáról kell gondoskodni. De hát egy ilyen régi épület, amikor megbontjuk, akkor kiderül, hogy számtalan kihívást rejteget magában. Úgyhogy a kivitelezők megfeszített erővel igyekeznek, hogy november végére kész legyen a beruházás első üteme, így a nagy terem az most már használható legyen. A komoly átalakítás lesz, a fiók könyvtár átkerül egy másik helyre, külön lesz táncterem a művelődési házba, egy rendes büfé fogja szolgálni a megérkezőket, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai igényeknek megfelelővé tesszük magát az épületet, és egy rendkívül jó művelődési házunk lesz a felújítás után, kicsit bővül, úgyhogy én már nagyon várom, én a Mikulás ünnepséget már szeretnénk, hogyha ott tudnánk tartani az első ütem megújult részével. Várható az, hogy a fogadótér is egy kicsit nagyobb lesz, hiszen ez egy örök probléma volt, hogy a színházterem nagy, de bármilyen eladás esetén, amikor szünetbe kijöttek a nézők, akkor gyakorlatilag nem lehetett elférni. Igen, ahogy említettem, egy új büfé rész kerül átadásra, és azt gondolom, hogy a lehetőségeket, a régi épület lehetőségeit teljesen kihasználva ez most meg fog valósulni.